A 47-es elkerülő út építése közben a munkagépek koponyamaradványokat ástak ki Kopáncs közelében. A régészeti lelőhelyet átadták a Móra Ferenc Múzeum régészeinek, akik a homokbánya területén a Krisztus előtti 8. század tehető sekély gödörben 11 ember maradványait tárták fel. Tavaly november óta 35 ezer négyzetméter területen dolgoznak a múzeum munkatársai 10-15 fővel. Számos korszakból, az újkortól az avarkorig találtak a területen leleteket, ám a bronzkorból ez a sír az egyetlen feltárt lelet együttes. A rétegtani nyomok alapján megállapítható, hogy az emberi maradványokat, esetenként testrészeket az oszlás különböző fázisaiban egy időben temették el, mintegy 2800-2700 évvel ezelőtt, a késő bronzkor és a koravaskor fordulóján. Mivel az elhunytak nem egy időben veszítették életüket, a kopáncsi objektum régészeti értelemben nem tekinthető tömegsírnak. Másodlagos temetésről van szó, tehát itt manipulálják az emberi maradványokat, kiássák, vagy előszedik valami halottas házból, valamilyen védett helyről, mindenképpen leginkább a sírok egykori kiásásra gondolok, mert a csontokon nincsenek olyan nyomok, hogy az időjárásnak ki lettek volna téve, vagy nincsenek rajta lágásnyomok, tehát hogy ezeket valószínűleg elföldelték, és utána valamilyen aktus, valamilyen rítus okán kiásták. Nem hiszem, hogy a helyhiány miatt, bár ezt igazából is találgatjuk, tehát pontos okokat, a mozgató indokokat nem nagyon tudjuk, csak magát a jelenséget látjuk, próbáljuk magyarázni. Mivel épület, szentély vagy templom nyomait nem találták a területen, feltételezhető, hogy messziről hozták a csontokat erre a helyre. A 3x3-as kerek gödörbe alulra egy gyermek, majd egy idős asszony testét tették, föléjük a különböző korú 4 férfi, 3 nő és 2 gyermek, illetve további testrészek kerültek. Tiszteletadásnak nyomai nem láthatók, a Gápa kultúra emberi maradványait adhok módon helyezték el. Az érdekesség az, hogy ebben a korszakban, ebből az időszakban nem nagyon ismerünk temetőket. Tehát ismerik ennek a népcsoportnak a telepeit, de nem találjuk a temetőit. És abba bízunk, hogy ez a fajta szokatlan temetési szokás az, ami közelebb vihet minket majd a megoldáshoz. Azért is van nagyon nagy jelentőség ennek a leletegyüttesnek, amit most találtunk. A kiásott leletek a Móra Múzeumba kerülnek, ahol a restaurátorok tisztítják, konzerválják őket. Ezt követően majd a csontok visszakerülnek a régészekhez, akik leltározzák őket. Ekkor indulhatnak meg az antropológiai vizsgálatok és a természettudományos kutatások, amelyekből következtetéseket vonhatnak majd le a bronzkori emberek életéről a szakemberek, fogalmazott dr. Lajkó Orsolya, a múzeum régészeti osztályvezetője.